Ez így csúnya lesz, gyerekek. Csúnyán büntetünk. Mindent, amit megkaptunk, most visszaadok. Fantasztikus élményekkel lehettünk gazdagabbak kis csapatunknak köszönhetően. Mindent megtettek, meccsről meccsre egyre jobbak és jobbak lettek, és igazából megérdemelték volna egyértelműen, hogy tovább jussanak, és ezt most szerintem egy egész ország így érzi, de most kivételesen így is van. Tehát ha mondjuk a franciák búrtak volna a magyar mezbe, és ugyanígy játszanak, akkor is azt mondanám, hogy érdemes, tehát hogy tovább kellett volna, hogy jussanak. Egyszer neki veselkedünk, megpróbáljuk kihozni a csapatból a maximumot a PES EB változatával, professional szinten. Az a helyzet, hogy másnapos is vagyok még pluszban, nem elég, hogy 200 fok meleg van, még a másnap is gyötör. Úgyhogy nem tudom, milyenek lesznek a meccsek, de meg kell csináljuk, gyerekek, valahogy, valamilyen módon győzni kell. Most nagyon remélem, hogy át tudunk váltani kultúráltan a... Ja, hát ennél kulturáltabban gyerekek átváltani nem nagyon. Tehát nem tudom, hogy láttatok-e már ennél kulturáltabb átváltást játékról, játékra, zökkenőmentesen. Most kellett volna benyomjam a még egyszer a visszaszámláló zenét, és akkor talán durvábban mehetett volna ez. Szóval, ez már űrtechnika. Pontosan Gyogyi Mogyi. Ez már űrtechnika, és akkor ezúton szeretném bejelenteni, hogy a mai adást a Holdról közvetítem. Itt egy kicsit jobb az idő, ha nem a napos oldalon vagyok. Jó, akkor kezdődjön. Ennyi időnk volt rá, ennyi lehetőség, és hadd szóljon. Fiola, ó, mit műveltél, Ember. Nagyon szép gól volt. És ígér a labdával. Szalai Attila. Sallai, nagyon szépen beindul, Négo, egyelőre jól megyünk, hopp, hopp, Nikó, az a tiéd, hát az a tiéd, hát lehet menni. Azt a betyár. Aj, ne, adott, nagyon rossz. Ott álltam előtte. Nem állt ott előtte, nem annyira, pont ott volt egy kis rés. Nézzed csak, ott lepassz, és a kis négyes, úristen. Azaz. Shall I? Jaj, de higgadt, szép megoldás volt, hölgyeim és uraim, erről van szó. Figyeld, sigér. Ohohohoho, de gyönyörű, André Silva. Jó, ad ide, Silva bácsi. Bernardo Silva! Jó. Ó. Has a goal! Nem volt les. Hát egyelőre nagyon jól alakul a dolog. De még csak az első mérkőzés. Támadóra váltott az ellenfél. Ezt kell kihasználni, szétestek gyönyörűen tovább. Fújt le, Nikó, elad! Ott van igattan ügyesen, kész! Most vannak kész, ez már biztos! Hihetetlen tomboló tömeg! Puff, ott van! Ez így csúnya lesz, gyerekek! Csúnyán büntetünk! Mindent, amit megkaptunk, most visszaadok! Ez a jövő, gyerekek. Még egyszer, ha... Még egyszer, ha szembe jönnek. Még egyszer. Abból nagyon nagy problémák lesznek. Na, hát... hiszem a legjobb harmadik helyet bebiztosítottuk. A következő mérkőzés lesz nagyon érdekes, hogy vajon azt, hogy álljuk a sarat, mert ezután be fog keményíteni a játék. Megcsapjuk őket, és tovább jutunk. Kész. Turututurum. Na. Hunt can be catapulted from this. It's worth remembering. A spectacular effort.
azért az erős lett volna, ha így ezt berúgom, ezt is érzitek, ezért nem rúgtam meg. Azt nézd, gyönyörű. Mi volt ez? Ezt hogy vesztette el ezt a labdát, gyerekek? Ez most hogy? Jaj, ne. Gets away from his opponent. John! Na ezért van ott a Szoboszlai, kérem szépen. Ezért van ott. Pontosan ezért tettem oda, ahova tettem, mert edzői megfontolás volt. Jó helyen van. Már mehetünk is. De, az miért odaadta? Hát egy 45. perc plusz 2-t azért bekaptunk, de reméljük, ezt ki tudjuk javítani. Még a döntetlen az még mindig nagyon jó. De kár. Ez azért a Szoboszlaival azt hiszem bement volna. Én szerintem ez továbbjutást érő döntetlen lett. Elsők vagyunk, csodálatos. De mégiscsak pakoljuk már meg a németeket úgy rendesen, jó? Ez jó volt az a Hollander-féle fölállás itt. Nagy Ádámnak megint formán kívül van, ezt nem szeretem, gyerekek, ezt egyáltalán nem szeretem. A formán kívüliséget. Aj, Sigér, gyönyörű, hát... Májál már a béna pattogós góljaitokkal, amiket kaptunk tegnap is, hagyjál már engem békén. Jó. Ott is van. Mint az előző mérkőzésen. Ezt a csoportot megesszük. Ez itt már Mr. Bean zene alatt is... Kis adogatással megyünk tovább, nem tudom, rámenjek-e támadóra, de jó lenne már németeket egy kicsit megcsapni, nem? Picikét, ha csak most nem, na mennyi akkor, kérted? Hát az le kéne tudni venni a labdát egyből, igaz? Lefújja itt. Hát... Nem sikerült a győzelem, de a továbbjutás igen, és a veretlenség is. Első helyen jutottunk tovább a csoportba, hozzáteszem, ugye. Csak szólok, hogy Mogács mester mit mondott, és mivel most ugye a sajtó itt van, és kéri a véleményemet, ezért fontos elmondanom, hogy igen, hát amit lehetett, én tényleg megtettem, és most az oroszok ellen fogunk menni, ami jó hír, azt kell, hogy mondjam. Ami mindenképpen jó hír. Tényleg mindent megtettünk, a tegnapi élő meccs, az nagyon sok energiát adott nekünk, megdobogtatta a szívünket, elkoptatta a torkunkat, és ha ilyen és ez hasonló mérkőzéseket lát az ember, akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle szempontból feltöltődik, mind szellemileg, mind lelkileg, még akkor is feltöltöttem szellemileg, hogy se nekem, se a csapatnak szellemileg gyakorlatilag nincs nagyon hely már, mert már föl vagyunk töltődve. Én azt kell mondjam, hogy most is a csapatod úgy állt hozzá a dolgokhoz, ahogy hozzá kell állni egy-egy ilyen mérkőzéshez. Ha fölvittük a labdát, akkor fönt voltunk, ha leosztuk, akkor lent voltunk. Tehát tényleg mindig a labda környékén voltunk, és szerintem ez azért meghozza általában a gyümölcsét, mert az ember a fociban a labda környékén van, akkor gyakorlatilag bele tud rúgni, és ha bele tud rúgni, akkor a labda el fog menni, és ha jó rúg bele, de nagyon fontos, amit az öltözőben is elmondtam, jó rúg bele, akkor az abba az irányba fog elmenni, amerre gondolsz. Tehát tulajdonképpen nem is a lábad, de a tudatoddal tudod irányítani a labdát, hogyha tényleg ott vagy a labda környékén, és megvan hozzá az a kvalitásod, ami itt most látható volt, hogy a játékosoknak megvan. Én azt gondolom, hogyha az oroszokat megverjük, akkor a cseheket is, és a szlovákokat is elpicsázzuk, bocsánat, megverjük. És utána pedig hát vagy az angolokkal, vagy ugye az osztrákokkal, tehát a bancokat letapostuk, és benn vagyunk a döntőbe. A döntőbe pedig már nem jött jobb csapat, mint akiket most kicsaptunk, csak az olaszok. Én azt tudom mondani nektek, hogy ha ezt így tudjuk folytatni, akkor lehet, hogy meg fogom nyerni a
az Európa bajnokságot a kis csapatunkkal. És remélem, hogy amit elvesztett a magyar válogatott, hogy annyit vissza tudok adni legalább a népnek, és a magyar válogatottnak leginkább, mert őket szeretném támogatni ezzel lelkileg, ezzel az egész EB-vel. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, már fejben elkezdtek a fiúk koncentrálni a következő mérkőzésre, ülnek bent és néznek maguk elé, és már a következő meccsen jár az agyuk. Az oroszokat most megcsapjuk, köszönöm a figyelmet. Nem követünk el buta hibákat, nem csinálunk rossz értelmetlen passzokat, mint amit az előbb láthattatok, és akkor gyakorlatilag ezt meg tudjuk oldani valahogy. Azért itt mindenki nyerni szeretne, erre nem gondoltunk. Meg akarják nyerni. Tehát meg akarják nyerni. Erről nem volt szó, gyerekek. Azt a kurva kérdezik. Na, mi saját magadat kicselezted, ez hogy sikerül? Okosan a rövid. Hát te megvan az első végre. Pedig ez... Az milyen mentés volt, gyerekek. Nem biztos, hogy ez jó ötlet volt lehozni a Dominikat. Vagy mégis a friss csere. Jaj, de szép! Jaj, de szép! Szalai Attila egyszerűen, mint a betonfal olyan. Semmi nem megy át. Hát gyerekek! Mi nem passzolgatunk a szöglet zászlónál, mint a németek ugye, hanem dolgoztunk az ügyön, és azt hiszem, hogy ez is megvan. De megnézzük így, mit tudunk csinálni. Hát ezek a csehek. Itt ugye komoly játékos, Perisic. Hát ezek a horvátok, azért néztem. Miért cseheztem le őket? Horvátok mondjuk nem olyan rosszak. Szalai Attila hozza a szokásos formáját, aminek örülünk. Nem! Nem! Basz meg! Nem már! Nem! Bassza meg! Még lefordul. Hát ez kemény! Ez így kemény! Nem hiszem el! Hát hogy lehet ezt kihagyni? Perisic! Ez az elhozza vissza, azt meg, hova? Azt meg, jaj, ne! Ott van, kérem szépen, a 85-ben végre! De gyötrelmes volt! Gyerünk, Nikó! Kész, megcsináltuk. Mi jöhet még itt, kérem szépen, mi jöhet még, kik lesznek a következők, erre nagyon kíváncsi vagyok. Úristen, az kemény lesz még. Őróluk el is feledkeztem. Még annyit megnézek gyorsan, hogy nincs-e sérült, és nincs sérült, úgyhogy tulajdonképpen itt van a hihetetlen lehetőség. Hű, bassza meg, rányomtam. Remélem, olyan nagy baj nincs. Jó van. Mert. Az úgy jó. Nem is volt ez rossz így elsőre. Na ne, azt úgy ne. Ne engedd lőni, bassza meg, gyönyörű védés, jó van. Az úgy nekem jó, az úgy nekem például, de miért állsz meg futás közben? Hát ez hihetetlen, gyerekek, ez miért történhet meg, hogy megáll futás közben? Ócska szargóllal tényleg. Ezt lehet, hogy én csesztem el, nem annyira a Szalai.
Ott a Szalaival szigatabban kellett volna megoldni, a francia, spanyol pedig 11-esekkel, 2-2-vel, és kinyerte a finalt. Franciák 4-0-ra leverték a belgákat, akiket mi megvertünk. Jaj, de kár érte, gyerekek. Nagyon nagy kár.